mi egyházunk történelméről kell röviden beszélni, akkor először is elővesszük a Bibliát, és a Biblia első lapjain olvasunk az ember teremtéséről. Milyen céllal teremtette az Úristen az embert? Azt olvassuk, hogy a maga képére és hasonlatosságára teremtette, és a szaporodás parancsával teremtette a családot. A család tehát kell, hogy legyen a láthatatlan Isten földi képmása. A család kell, hogy szép tanúságot tegyen arról, milyen életre, milyen szép, boldog egységre tervezte az Úristen a világot. Sajnos látjuk, Éva és Ádám bűnbeesése után elromlott a világ, és Noé történetében olvassuk azt, hogy az Úristen szinte megbánta, hogy ember teremtett a világra, mert annyira gonoszszá vált az emberiség. Viszont megjelenik egy megmentő Noéval, egy új világ születik, és elkezdődik egy új történet. Aztán egy nagyon fontos esemény, amikor Ábrahámot választja ki az Úr, és ő vele kezdi el egy új népnek az életét. Ábrahám nagy hite, az ő nagy bizakodása, az Úristenbe vetett bizalma, az valóban Izsákkal, aztán Jákobbal, az ősatyákkal elkezdődik a zsidók kiválasztása. Tudjuk, hogy az egyiptomi több száz éves rabság után az Úristen egy szabadítót választ a zsidók közül, Mózest. És Mózes által kiszabadítja a népet a rabszolgaság házából, és vezeti őket az ígéret földjére. Ez alatt a 40 év alatt sokat tanulnak az Úristentől, ő pedig türelmesen megtanítja őket a helyes élet szabályaira, a 10 parancsolat szellemében. Viszont egy olyan különös ígéretet is tesz nekik, az áldások hegyén elmondja, hogy milyen sok minden széppel, jóval fogja megáldani a népet, ha tartják a parancsolatokat. Az átok hegyén viszont hallhatják azt is, hogy milyen szörnyűségek, szenvedések jönnek rájuk, ha megtagadják az Úristent, az ő parancsolatai szerint nem élnek. Eljutnak Józsué által az ígéret földjére, és ott elkezdődik a kiválasztott nép története. A bírák korán keresztül mutatja, hogy mennyire a segítségükre jön, ha bajba jutnak, a külső ellenségtől megóvja őket a bírák vezetésével, az ők szabadító hadjárataival. Később aztán királyt akar a nép, és ezek közül a legszebb Dávid, aki megmutatja az Úristen irgalmas jóságát. Bebizonyítja azt, hogy amikor a nép és főleg az ország vezetői az Istenre figyelnek, nem csak a parancsolataira, de még a szívével is összhangba kerülnek, akkor nem csak a király lesz nagyon népszerű és kedves a nép szemében, de az Úristennek is kedves gyermeke lesz. Utána a királyok történetében hallunk néha jókról is, de többször rosszakról. És ilyenkor bizony a nép büntetése, a város pusztulása, messzi keletre való hurcolása a népnek kellett, hogy megtisztítsa újból és újból, és megint egy szép új kezdet kezdődik. A prófétákon keresztül nagy ígéretet kap a választott nép, hogy el fog jönni az Isten fia, eljön az igazi király, a Messiás király. És valóban az idők teljességében, Názáretben megfogan az Isten fia, Szűz Mária méhében, aki aztán 9 hónap múlva megszületik Betlehemben. Felnövekedve ez a gyermek 30 éves korában föllép a Jordán folyó béli megkeresztelkedése után, és meghirdeti az Isten országát itt a földön. Kiválaszt 12 apostolt, és 3 éven keresztül velük együtt él, elsősorban őket tanítja, de tanítja a népet is.
ő az ő szép örömhírét először 8 boldogságmondásban foglalja össze, aztán a hegyi beszédben meghirdeti, hogy milyen az Úristen vágya az ő népéről. Sőt, elárulja azt is, hogy az egész világra kiterjeszti Dávid fiának az országát, hatalmát Jézus hívőkön keresztül. És bizony, amikor a csodákkal, a sok jótettével bebizonyítja azt, hogy az Úristen mennyire szeret mindenkit, különösen a bűnösöket, a betegeket, a nyomorultakat, az utolsókat mennyire szereti, azt bizonyítja az ő életének utolsó szakaszával, amikor nagy csütörtökön megalapítja az egyházat. A 12 apostolon keresztül szövetséget köt a választott néppel, illetve mindazokkal, akik szavukra hinni fognak. Jézus bemutatta nagypénteken a Golgotán az Istennek tetsző legszebb áldozatot, az a pászka áldozat, bárány áldozat mutatja, hogy az Úristen így akar, így tud győzni minden gonoszság fölött. A sátán és az ő országa veszít nagypénteken a kereszten, és Jézus győzött, amit aztán harmadnapra, a föltámadás napján, húsvét vasárnapján bizonyít, először övéinek, aztán még több száz embernek, és az elmúlt 2000 évben mindenkinek, akik az ő szavukra hittek. Nagyon szépen foglalja össze Benedek pápa, a mi hitünk, azt mondja, az apostolok látásán, tapasztalatán alapul. Igen, így következtek azok az évszázadok, amikor olyan gyönyörűen, bár üldözések közepette, de bizonyítják a hívők az egész akkori római birodalomban, hogy az Úr Jézus az egyház feje, hogy ő él, hogy ő itt van köztünk. Aztán a sok száz éves szenvedés után az ő imáikra bekövetkezik egy új korszak, 313. június 13-án a császár kihirdeti a vallás szabadságát, a keresztények ezután már szabadon élhetnek. De ez már az egyház történelemnek egy következő, nagyon érdekes, nagyon izgalmas szakasza. A mi kárpátaljai római katolikus híveinknek az előtörténete, mondhatjuk, az Egri Egyházmegye 1000 éves történelme. 300 évvel ezelőtt megalakult a Szatmári Egyházmegye, egész Trianonig oda tartoztunk. A határok, az új határok meghúzása után a központja ennek a kárpátaljai területnek volt egyszer Kassán, aztán volt Ungváron, aztán újból Szatmár volt egyházmegyénknek a központja, és a szovjet hadsereg bevonulása után pedig elszakadtunk az összes környező országtól. Itt egy sajátos történelme kezdődött ennek a területnek. 49 pap maradt itt ezen a területen, és amikor mi ideérkeztünk 1989 őszén, akkor már csak 80 éltek közöttük, de mind olyan idősek voltak már, hogy fél éven belül meghalt már kettő is, például az ungvári plébános is, Ágoston atya azon a télen. A következő években is szépen távoztak el ezek a nagyon sokat szenvedett és sokat dolgozó papok, mindannyiukra nagy hálával emlékezünk. A 89-es évben jöttünk először mi öten Magyarországról, aztán a következő években jöttek néhányan Szlovákiából is, majd később Lengyelországból is, Erdélyből is kisegítő papok, hogy az itteni 80%-nyi magyar, 10% szlovák és 10% német hívők számára is kisegítő, akkor még úgy gondoltuk, rövid kisegítő szolgálatot fogunk itt végezni.
Németországból is jött két pap, azok közül itt vannak még, három jött, de kettő még itt van és szépen dolgozik. De az elején, ugye még a Szovjetunió utolsó éveiben csak a legeslegfontosabb munkát tudtuk végezni, a szentségek kiszolgáltatása, főleg a szentmisék megtartása az akkor körülbelül 50 működő templomban. Azóta már vagy 100 helyen tartunk hittanórákat, illetve szentmiséket. A következő nagyon fontos feladat volt megszervezni a hitoktatást. Először mi papok végeztük ezt, de már 93-tól elindítottuk a hitoktató képzőt Nagyszőlősön, aztán rövid ideig Beregszászon, és utána pedig Munkácson, amely azóta is tart. Ebben a 3 éves kurzusban a felnőttek nagyon jó katekétává erősödtek, ők voltak az első segítőtársaink, azóta is az egyházmegyébe önkéntesek tanítanak, körülbelül 100-an ezen a nagy területen, és végzünk természetesen számukra ilyen továbbképzéseket is, nyaranta, illetve évközben is. A Magyar Egyház ellátja őket, minket hittankönyvekkel és egyéb nagyon fontos magyar könyvekkel. Ugyanígy Németországból, Szlovákiából is nagyon sok segítséget kaptunk ehhez. A következő nagyon fontos feladat volt az első és később a második árvíz, amelynek a kihívásai a Caritas szervezetek kialakítását, megalapítását hozták, hogy azóta az egész egyházmegyénkben nagyon sok karitatív intézmény működik. Most az utóbbi években még tovább erősödött a magyar kormány, illetve egyház támogatásával. Közben a szegények számára kezdtük el az óvodákat azokon a magyar helyeken, főleg a felső Tiszavidéken megalapítani. Azóta már Munkácson a 11. óvodát indítottuk be, és ezek is nagyon sokat segítenek a keresztény magyar nevelésben. Árvákról is kellett gondoskodni. Régen azokban az óriási nagy állami árvaházakban bizony sokat szenvedtek azok a gyerekek, és így létrehoztuk nagyon jó barátaink sugallatára nem a nagy árvaházat, hanem több családtípusú gyermekotthont. Azoknak a száma is, ha jól emlékszem, 10-re növekedett, és még tervezünk 2-t beindítani. Nagyon szép eredményei vannak aztán az ingyen konyháinknak, amit szintén azóta is sok helyen folytatunk, és már nem csak a magyarok, de a város minden szegényei jöhetnek egy szép ebédre délben, illetve viszünk, kiszállítunk ki otthon élő szegény embereknek is ételt, illetve élelmiszereket. A híveink elvándorlása egy olyan új feladatra indított minket, hogy tanítsuk magyarul a gyermekeket azokon a helyeken, ahol nincs magyar iskola. Ez is főleg a felső Tiszavidéken kezdődött, tehát az óvodákban, és az ukrán iskolákba beindultak magyar osztályok. Azóta ezek az osztályok külön iskolává is fejlődtek, Husztól Prahóig, Körösmezőig önálló magyar iskolákként működnek. Aztán körülbelül 20 éve beindítottunk szintén egy katolikus osztályt Munkácson, amely 2 év múlva egy önálló középiskolává fejlődött, így indult be a Munkácsi Szent István Líceumunk. Ez természetesen 2 kollégiumot, fiú és lány kollégiumot is igényelt, ideiglenesen helyen, viszont hála a magyar népnek, kormány segítségének egy új kollégiumba indulhatott el most már a vidékről érkező gyermekek élete a város központjában.
vannak még kollégiumaink Ungváron az egyetemisták számára, és ugyanígy a főiskola katolikus fiataljai számára Beregszászon is van két kollégiumunk. Nagyon fontos emellett még az úgynevezett vasárnapi iskola, amely többnyire szombaton működik olyan sok helyen, ahol nincs már magyar tanítás, sőt, adunk lehetőséget a hittantermekben, néhol templomokban is arra, hogy magyarul tanítsák a gyermekeket, sőt azóta már nem csak a mi helyeinken, hanem Kárpátalja sok falujában is hallom, nagyon nagy az érdeklődés a magyar nyelv után, és rengeteg felnőtt tanulja a magyar nyelvet, ahol már talán csak a nagymamák vagy a dédszülők voltak magyarok vagy németek. Még szeretném hozzátenni itt a migrációhoz azt, hogy amikor idejöttünk, akkor körülbelül 70 ezer volt a híveink száma, viszont az már valószínűleg 60 ezer alá csökkent. Pontos számot nem is tudunk mondani, hiszen nagyon sokan dolgoznak kint és járnak vissza, és csak idővel tudjuk meg, hogy véglegesen kiköltöztek, és már nem terveznek visszajönni. Viszont így az elukránosodott német templomokban például, vagy a szlovák templomokban, lassan már a magyar templomokban is sok helyen jönnek az elukránosodott fiatalok a templomba, és már tanítják őket papjaink és a hitoktatók ukránul is, vagy két nyelven. Egyre nagyobb a számuk, ahogy bizony mennek el a magyar hívek, úgy az aránya nő az ukrán fiatalságnak. Most is volt például Szerenyén egy ilyen vidám összejövetelük, ahol ilyen bibliai történeteket játszanak el, már több éve így működik, és természetesen a magyarok számára is esperesi kerületenként, járásonként nagyon sokszor vannak ilyen vidámabb találkozók is. A legnagyobb találkozónk május 9-én szokott lenni, külön a magyar és külön az ukrán fiatalok számára. Az idén a nuncius urat hívtuk meg, és megígérte, hogy el fog jönni erre a nagy találkozónkra. Hálát adunk az Úristennek, hogy minden nehézség ellenére él még az egyház, és nagy az élni akarása az embereknek. A kicsiktől kezdve az öregekig mondanám azt, hogy dicséretes a hitük, a kitartásuk, különösen mostanában, amikor a szociális problémák egyre nőnek, és a gondolkozó embereknek, férfiaknak, nekünk is rettentően fáj ez a szociális igazságtalanság. De talán éppen emiatt is még jobban kapaszkodnak a hitükbe, és a Szentírás szavaiból, az evangélium ígéreteiből még jobban merítenek a mi híveink. Elszomorító számunkra az a tény, hogy egyre többen mennek ki Magyarországra, sőt Nyugat-Európába nem csak tanulni, de dolgozni, és amikor látja az ember, hogy fogynak, főleg a fiatalok, akkor bizony a reményünket csak az Úr Jézusba vethetjük. Imádkozunk azért, hogy bármilyen nyelven, de a mi Római Katolikus Egyházunk erősödjön, hiszen ők szenvedtek a legtöbbet a háború után. Tudjuk, a lágerekbe pont a mi magyar és német nyelvű híveink. És bizony, ahogy a németek már teljesen, szinte mindannyian elmentek Németországba, szomorú látni, hogy a magyar templomokba is nagy a létszámcsökkenés. Viszont ezért is talán meghirdettük ebben az évben a házasság és a család szentségének évében az imádkozást és böjtölést. Hál' Istennek nagyon sok helyen indultak be a szentségimádások. Munkácson például reggeltől estig vállaltak, és még egyre többen vállalnak egy-egy órát az egyházmegye megerősödéséért, a papok hitben való megerősödéséért, és különösen a hűségéért, és új papi
diákonusi és sok-sok civil segítő munkatársért adjon nekünk az Úristen, hiszen maga Jézus bíztatott erre minket is az apostolokon keresztül, hogy kérjünk, kérjünk, mert az aratni való sok, a munkás pedig kevés. Ezt megéljük, megszenvedjük mi is, de bízunk abban, hogy az Úristen ezt a sok imádkozó és böjtölő embert meg fogja hallgatni, hiszen az egyház történelemben sokszor voltak mélyebb, szomorúbb szakaszok is, és az Úristen mindig egy gyönyörű megújulást hozott. Valószínűleg ezzel a krízissel is nem csak megtisztítani akarja az ő egyházát, de egy újjászületést akar ajándékozni nekünk az Úr Jézus. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A munkácsi római katolikus templom sok nehéz napot élt meg történetének több mint 600 éve alatt. A régi épület Erzsébet királyné idején a 14. század első harmadában épülhetett. A királyné gyakran fordult meg Munkácson, pálos rendű kolostort is alapított itt. Első átalakítását az okmányok szerint a 15. század végén végezték el, amikor Munkács már a Hunyadi család birtokában volt. 1493-ban Varga György munkácsi birtokos Mária tiszteletére oltárnokságot alapított, s ehhez megfelelő telket, házat és szántóföldet biztosított. Viszonzásul az oltárnok, akinek teendőit a plébános látta el, hetenként 3 misét volt köteles mondani érte. Amikor Munkács áttért a protestáns hitre, az új vallás hívei elfoglalták a templomot. Második Rákóczi György alatt is a protestánsok használták, bár egy monda szerint a fejedelem utasítására a római katolikus hívek a templom északi mellékhajójából kialakított kápolnában végezhették az istentiszteletet, a protestánsok pedig a főhajót használták. Az 1657-ben Munkácsra betört lengyelek a várost a templom tornyával együtt felégették, a tűzben a harangok is elolvadtak. A templom helyreállításához a hívek Lórántfi Zsuzsanna segítségét kérték, amit meg is kaptak. A templom 1688-ban került ismét a katolikusok birtokába, és meg is maradt a Rákóczi szabadságharc végéig. A 19. század végére boltozata és tetőszerkezete katasztrofális állapotba került, ezért Schönborn gróf kezdeményezésére az egyházközség elhatározta egy új templom felépítését. Az ehhez szükséges pénz felét a grófi család adta. Az épület főhajóját, késő gótikus északi mellékhajóját és tornyát 1904-ben lebontották, csak a szentélyt hagyták meg eredeti állapotban. Az új templom eklektikus stílusban épült. Építését az első világháború előtt Ziegler Győző műépítész tervei alapján fejezték be. A kápolnában az átalakítások folyamán 14. századi freskókat fedeztek fel. 2002. március 27-e óta az épület az újonnan alapított, latin szertartású Munkácsi Egyházmegye székesegyháza. 2013-ban a csaknem 10 éves külső és belső felújítást követően szentelték fel újra.